A mi házunk azon a telken áll, ahol egykor nagymamám lakott. Nekem sok gyerekkori emlékem van itt. Aratásokról, amire apa vitt ki minket, és imádtuk a kombány hangját, a szórós tarlót, és szalmafotelt csináltunk a levágott búzából, amúgy nagyon mérgesek voltak érte. De ha megépül ez a monstrum, mi lesz ebből? Lesz itt még búzaföld, ahol arathatnak? Lesz itt iható víz? Maradnak tavak, ahová az ember horgászni járhat? Erdő, ahová sétálni, gondolatokat kiereszteni? Mikepéstől Debrecenig 12 kilométeren át sétáltak édesanyák, gyermekek és családok azért, hogy tiltakozzanak a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár építése ellen. Kezünkbe vettünk az irányítást, tehát nem mi megyünk másnak a rendezvényére, hanem mi szerveztünk egyet, hogy felhangosítsuk azt a hangot, hogy nem szeretnénk akkumulátorgyárat. Anya vagyok, nem ellenzék. Ennyi itt a lényeg. Nekem három gyerekem van, egy 18 éves, egy 8 és egy 8 hónapos. Nekem két gyerekem van, egy kisfiú és egy kislány. A nagyobbik az lassan 4 éves, a kisebbik pedig lassan 2 éves. A menet közben arról kérdeztük az édesanyákat, miért tartották fontosnak, hogy pártoktól független civil rendezvényként szervezzék meg a felvonulásukat? Ez nekünk nagyon fontos ügy, mert felelősséget vállaltunk, és döntöttek a fejünk felett, és úgy érezzük, hogy át vagyunk vágva, ki vagyunk szolgáltatva egy nemzetközi beruházónak, és ezt nem szeretnénk hagyni, és minden követ meg fogunk mozgatni, hogy megakadályozzuk a gyár felépülését. Számomra az nagyon fontos, hogy minél többen lássanak, halljanak híreket, információkat erről az akkumulátorgyárról, ennek a fantasztikus méretéről, Magyarországhoz mérhetetlen nagyságrendjéről. A felvonuláson más akkumulátorgyár károsult települések aktivistái is részt vettek. Hogy ez közös ügyünk nekünk. Ezt úgy hívják, hogy társadalmi felelősségvállalás. Az egész országunkat érinti az, ami történik. Hogy több mint 20 akkumulátorgyárat szeretnének ebbe az országba. A menetet Debrecenbe érkezve hatalmas taps fogadta. Mi, aggódó édesanyák, édesapák, nagymamák, leendő szülők, dolgozó emberek, minden nap újabb és újabb információkat megismerve, megdöbbenve, elkeseredve, néha tehetetlen dühöt érezve követjük a debreceni gigaberuházás és az akkumulátorgyárak építésével kapcsolatos történéseket. Mi lesz az ország második legnagyobb városával és vonzás körzetével, ha a levegőben, vízben, talajban, NMP, kobalt, lítium, mindenféle nehézfém, vegyszer, oldószer, Isten tudja még micsoda, röpköd, terjed, úszik. Tiszta vizet akarunk! Tiszta vizet akarunk! Én azért vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy ebben az országban minden magyar állampolgárnak van dolga ezzel. Ez nem Gödi ügy, nem debreceni ügy. Ebbe a 93.000 négyzetkilométerbe, ebbe a kis országba több mint 20 akkumulátorgyárat akarnak felhúzni. Titeket megkérdeztek róla, hogy akartátok ezt? Hát minket se kérdeztek meg. Hazaárulok, igen, hazaárulok. És én azt gondolom, hogy ebben az országban egyetlen egy kisgyermek sem érdemli meg azt, hogy egy büdös, zajos, környezetszennyező és minden törvényen felülálló vegyi üzem mellett kelljen felnőnie. Itt leszek. Út. Göb. Itt leszek. Monor. Itt leszek. Nőregyháza. Itt leszek. Miskolc. Itt leszek. Debrecen. Itt leszek. Nagy a világ, az ég igény, de van ez a fél.
föld, ami kezünkbe fér. Nevet a nap, sugar a rám, rajzol egy pályát a deszkap alá. És a télen, és a nyáron, és a fáj, a szakám, és a gyere, és a ház, és a ház, hol a srác, te megélek, úgy lesz szép, soha nem lesz a kádóba, gyere, mondd, hogy a brunok, mi vagyunk. Kérjük, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. És kövess minket Facebookon. Sziasztok!